Életet az éveknek, Tolna megyei szervezete nevében engedjétek, engedjék meg, hogy nagy-nagy szeretettel köszöntsek minden kedves vendéget Baranya és Somogy megyéből, és hogy szívből ünnepeljem és köszöntsem a Tolna megyei szervezet nyugdíjasait. A Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az Éveknek Tolna megyei szervezete regionális szavalóversenyt rendezett Bátán. Az elmúlt évek pandémiás időszaka miatt úgy döntöttek, összehozzák a környék szépkorúit, és megtartják az első regionális megmérettetést. Járunk így a Bátai Nyugdíjas Egyesület a megyébe, mert van 4 rendezvényünk, fő rendezvény, és akkor most mirán került a sor, mivel hogy volt már itt kulturális seregszemle, ugyanennyi fővel, akkor sportnap is volt, és mostan a szavalóra mi ránk jutott, vagy esett ez az eseményt megszervezni. Szeretünk így összejárni a környező községekkel, vagy a várossal, és tartsuk a kapcsolatot, és minél jobban jól érzik magukat, akkor nem fáj a lábuk, mikor táncolni kell, és akkor részt veszünk mindenfélén ilyen rendezvényen. Célja az, hogy továbbra is tartsuk ezt a barátságot, összejövetelt, mert mindenkinek ez a pandémia, vagyis hogyan mondjam, ez a vírusos helyzet egy kicsit nagyon leállította ezt a dolgot. A kezdeményezés nagy sikert aratott, hiszen több mint 170-en jöttek el Tolna, Baranya és Somogy megyéből. Egyszer volt szép az anyám tánca. Mikor kendőjét gyeprehányta a kórhány vizénél pusztapán, bokázó lábad tábortűznél, ölesapám örömére szállt, mint illat a virágon. Sásdról 5-en érkeztek. Nem azért jöttünk, hogy díjat kapjunk, hanem hogy jól érezzük magunkat a nyugdíjas társainkkal, meghallgassuk őket és tiszteljük őket, amiért ők is kimernek állni. Közösséghez tartozni mindig nagyon jó. Nem otthon punnyadunk, hanem eljárunk, mozgunk, beszélgetünk, játszunk, kirándulunk rengeteget. Nagyon jó vezetőnk van, aki a klubot vezeti, Orbán Évának hívják, és rengeteg nagyon jó programot szervez számunkra is. Szerintem nagyon jó dolog, szeretünk verset mondani, szerepelni annyira nem szeretünk, de így a házon belül szoktunk, és kedvet kaptunk rá, hogy megmérettessünk. Adi verssel, József Attila verssel, Petőfi verssel készültünk a versenyre. Úring Márta a Pécsváradról érkezett, ő is benevezett a versenyre. Verssel készültem, csak nem azt szeretném ma elmondani, amivel eredetileg neveztem, mert azt nagyon komolynak tartom, és az én személyiségemből nem az következik, hogy nagyon komoly ember vagyok, hanem igenis vidám, és akkor azt gondoltam, hogy Romjányi József sokkal jobb társam lesz nekem ezen a programon, mint Szabó Lőrinc lett volna. Egy nagyon kellemes hangulatú délelőttöt, és azt, hogy sok olyan embert fogok megismerni, akiknek fontos a kultúra, akiknek fontos a vers, és fontos a saját mentális képességeiknek a karbantartása, mert úgy gondolom, hogy ez ahhoz hozzátartozik. Hozzátette, ezeket a közösségépítő rendezvényeket is nagyon jó dolognak tartja. Egyrészt azért, mert több vidékre elutazhatunk, több mindent láthatunk, amire munkáskorunkban, amikor még dolgoztunk, nem volt lehetőség. Most viszont van világot látni, idézőjelben, kis hazánk is egy világ nekünk már, mert a mozgásunkban egyre korlátozottabbak vagyunk, egyre nehezebben mozgunk, és beülni egy buszba, és elvisznek bennünket valahová, ahol emberekkel hasonló, sorsú, hasonló, kvalitású emberekkel találkozunk, az nekünk mindig jó. 34 versenyző mondta el a kiválasztott versét, 21 fő Tolna megyéből, 11 fő Baranyából és 2 fő Somogyból. Az embereknek a bezártságból most már elég volt, ki akarnak szabadulni a mindennapok ritmusából, és kívánkoznak egy kicsit elmenni, találkozni, beszélgetni, szórakozni. Gondolom ennek is köszönhető, hogy ilyen sokan jelentkeztek a szavalóversenyre. A klubjaink működésének legfőbb motiválója az örömszerzés és a mindenkivel meglévő tettvágy és tehetség kibontakoztatása, és ez egy most olyan alkalom, a versmondó verseny, hogy itt igazán mindenki kibontakoztathatja a tehetségét. Hisz ki ne vágyott volna arra fiatal korában, amikor a Vers mindenkinek című műsor ment a tévében,
hogy szavalatával úgy elbűvölje a nézőket, mint Sinkovics Imre, Besenyei Ferenc, vagy Udvaros Dorottya. Az öttagú zsűri a legjobb 10 versmondót javasolta a május 11-én Budapesten a Hagyományok Házában tartandó Szólj költemény vers és prózamondók találkozójára. Szemet, ha egyszer önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért, még mondj el egy pár miatyánkot.